Békés megyei geocaching játék egyik állomásán vagyunk, itt Gyulán. Ez egy 20 települést érintő játék, kezdve Szarvastól, ahonnan november elején indult a játék. Most már időközben ugye bejártunk sok-sok települést, Kondoroson, Gyomágrődön, Vésztő, Mezőberényben jártunk, és eljutottunk most ide február közepén Gyulára is. 3 napot idézünk mindig egy-egy településen, és gyakorlatilag játékos, nyomozós formában ismertetjük meg a gyerekekkel, a csapatokkal Békés megye értékeit, egész pontosan a Békés megye értéktárban szereplő értékeket, illetve magát a piramis rendszert, amely, mint tudjuk, a települési értéktártól indul, a megyei értéktáron keresztül egészen a Hungarok mögé bezárulak. Mi ennek a játéknak a lényeg? A kültéri rész az valóban a geocachingból indul ki. A geocaching talán sokaknak ismerős, de mégis azért a gyerekeknél is azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokan nincsenek tisztában a fogalommal, hogy GPS koordináták alapján nyomoznak egyébként eredetileg a családok, vagy a kirándulni szeretők, akár osztályok, az ország számos pontján vannak úgynevezett geonádák elrejtve, amelyeket ugye GPS koordináták alapján lehet megtalálni. Hát ezt egy picit átkonvertáltuk mi ebben a játékban, és nem GPS koordinátákat adunk, hanem mindig egy-egy helyi nevezetessége, ami egy képen szerepel, tehát például akár Göndöcs Benedek, amit az egyik csapat megkap majd, és ez a szoborhoz kell elmenniük, ott pedig egy-egy nyomot találnak, pontosabban 2 táblát, amin egy kódot kell megfejteniük. Ez a kültéri része a játéknak, majd pedig, ugye, ha ezt befejeztük, akkor egy belső helyszínen egy kicsit szabaduló szobázunk, lehet ezt mondani, hiszen lakatokat, kódokat kell megfejteniük, és közben természetesen Békés megye értékeivel ismerkednek sokféle módon, akár vizuálisan, kis képek, leírások formájában, vagy pedig audio formában, hanganyag formájában. A lényeg az, hogy próbálunk ilyen elrejtett módon tanítani, edukálni, hiszen közben talán észre sem veszik a gyerekek, hogy tanulnak. A játék heve azért ez a fajta módszer, eszköztan, azt veszem észre, hogy nagyon motiválja a mai fiatalokat. Tegnap nyílt egy kiállítás az értéktárbizottság jóvoltából, van összefüggés a pályázat és a rendszer között? Így van, nagyon jó a meglátás. Ugye ez egy nagyon nagy pályázat, amelynek egész pontosan 5 eleme van. Ezek része a Békés megyei kiállítás is, illetve az előadás is, amely hozzá kapcsolódik. Valamint például lesz majd egy előadás, amelynek a Betyárok lesz a címe. Már készül ugyancsak a Szarvasi Cervinusz Teátrum művészeinek az előadásában, illetve kézműves vásárok is fogják gazdagítani ezt a pályázatot. Tényleg nagyon nagy ívű maga a pályázat, de gyakorlatilag el lehet mondani, hogy valamennyi pályázati projektelemre igaz az, hogy Békés megye áll a középpontban, Békés megye értékei. Gyakorlatilag a legfiatalabb korosztálytól a legidősebbekig az a célunk, hogy egy kicsit közelebbről megismerjük szakepazánkat Békés megyét.